a mai nappal megkaptuk a hírt, hogy a köztársasági elnök úr aláírta az eljárási kegyelmi kérelmemet, amit beadtunk, hogy a bírósági ügyön kívül ezen az úton is kezelődik ez a kérdés. Tehát erről a tényről kaptunk ma értesítést. Ezt a bejelentést tette Jancsula Dezső tanár kedden délután. Az országos felháborodást kiváltó bíróság ügyét így meg kell szüntetni. Bíztam benne, hogy mindenféleképpen pozitív lesz a végkicsengése számomra az ügynek. Azt is megmondom őszintén, hogy valahogy jobban örültem volna annak, hogyha a bíróságon történik meg az első fokon megfogalmazott vádnak a korrigálása, de így azért megnyugtatóbb számomra, hogy hamarabb véget ért. Mert azért nem kell azt titkolni, hogy ez egy nagy teher az emberen. Dezső bácsi ügyvédje azt mondta, ez az ügy rávilágított arra, hogy a tanárokat, közfeladatot végzőket jobban kell védenie a törvényeknek. Bízom abban, hogy egy jogszabályi környezetváltozásra kerül sor, gyakorlatilag ugye az országgyűlés szintjén, mert egész egyszerűen a közfeladatot ellátó személyek vonatkozásában, hát hogy is mondjam, időnként megfordul a magatartásnak a mérlegelése. Jancsula Dezső már több mint 2 évtizede ismeri Kővári Jánost. Először tőle kért segítséget, mikor rádöbbent, hogy elveszítheti munkáját a történtek miatt. A politikus segített megszervezni a jogi védelmét. Én ott ültem azon az ülésen, amikor a tanár úrnak ott kellett állni, mint vádlottnak a bíró előtt. Én nevében is kikértem volna legszívesebben magamnak, hogy ilyen hogy fordulhat elő, gyalázatosnak gondoltuk. És ezután még fölgyorsítottuk az eseményeket, hogy ki sem mondasson az a bírósági ítélet, még véletlenül sem, hogy akármilyen jogi értelmezés szerint bűnösnek ítélik meg ezt a tevékenységet, hanem már maga az eljárás is szűnjön meg, hiszen méltatlan teljes mértékben. Ezt köztársasági elnök úr is és az igazságügyi miniszter asszony is így látta. Ezért kegyelmet adtak, vagyis meg kell szüntetni az eljárást a tanár ellen. Mint ismert, 2020. szeptemberében fiatalok dohányoztak a Pécsi Nevelési Központnál, az iskolához tartozó területen. Jancsula Dezső volt az, aki felszólította a fiúkat, hogy ezt ne tegyék egy oktatási intézmény udvarán a kisgyerekek előtt. A renitens fiatalok azonban szidalmazni kezdték, a tanárt fenyegették is. Amikor egyiküket az igazgatóhoz akarta vinni Dezső bácsi, akkor megfogta a hátizsákját, így tartotta vissza. Az ügyészség szerint ez a személyes szabadság megsértése, amiért eljárás alá vonták a tanárt. Ha elítélik, akkor soha többé nem taníthatott volna.